nem a koronavírus okozta következményekkel, hanem az időjárás eléggé gonosz tréfájával kellett megküzdeni a szekszárdi rádióamatőröknek a Cserhát tetőn található adóállomásokon. Itt ugyanis a tengerszint fölött 272 méteren, Szekszárd egyébként legmagasabb pontján, a jég több mint félmillió forintos kárt okozott az adótornyokban azokat kiszolgáló berendezéseket. Olyat, ami gyors beavatkozást igényelt ahhoz, hogy a klub működni tudjon. Januárban volt egy jegesedés, ami elég komoly károkat okozott az antennarendszerben. Ez azt jelenti, hogy körülbelül az antennaparknak a felét vagy háromnegyedét le kellett szedni és újra kellett építeni, mert olyan vastag jégréteg volt rajta, ami tönkretette az antennákat. Ezzel ugye várni is kellett, mivel hogy nem szerettük volna, ha valaki elkapja a másiktól a betegséget, esetleg beteg, és ezért ezt most májusban csináltuk csak meg. Köszönhetően állandó szponzorai segítőkészségének, no és a rendelkezésre álló saját erőnek persze, a klub tagjai részéről. Így gyorsan helyreállt az élet. Olyannyira, hogy már több versenyen is részt tudtak venni a szekszárdi rádióamatőr klub versenyzői, már ami a rádió forgalmazás szakágat illeti. Ebben, mint arról már korábban beszámoltunk, tavaly a klub emblematikus figurája és egyben vezetője, Weisz László, világbajnoki címet szerzett, jó néhány világversenyen szerzett dobogós helyezései után. Mondhatni a csúcsaért. Mivel az átlagember számára nehéz elképzelni, hogyan zajlik egy ilyen rádióforgalmazási verseny, így arra kértük Lassit, adjon ízelítőt abból, ami egy hihetetlenül hosszú, 36 órás időtartamú verseny alatt zajlik le, amikor mindenki a saját állomásáról dolgozik, versenyez. Aki eredményt akar elérni, a két rádióval kell egyszerre dolgoznia. Ugye itt van a két rádió, ezen is szól valami, csak nyilván ezt fejhallgatóval kell csinálni, mert úgy van értelme. Tehát mindegyiken szól valami, és ez az egyik oldalon az egyik rádió szól, másik oldalon a másik rádió, és ugye ezt kell egy verseny végig csinálni. Két számítógép van hozzá, a számítógépen, ne halkítom, mert na, zavarni fog, a számítógépen működik egy ilyen úgynevezett versenyvezető, logvezető program. Mind a két számítógép ugyanazt mutatja, tehát ha én itt csinálok egy összeköttetést ezen a rádión, beleírom, akkor azt a másik számítógépen is fogom látni, mert kommunikál egymással a két gép. És ami még itt ebben érdekes lehet, hogy a számítógép, hogy mennyire betette a lábát a rádiózásba is, vannak úgynevezett robotállomások, amik végigmennek a frekvenciákon, és figyelik, hogy milyen állomások vannak kint, és azokat az állomásokat beírják egy ilyen úgynevezett klaszterba, és akkor én látom, hogy kik azok, akikkel lehetne dolgozni, és kik azok, akikkel érdemes dolgozni, és ezt minél ügyesebben megcsinálod, de kigyűjti egy ilyen sorba, minél ügyesebben és gyorsabban megcsinálod, annál jobb eredményt fogsz tudni elérni. Úgy tűnik őrzi remek formáját, mert a legutóbbi, már idei nagyszabású nemzetközi versenyen magyar rekordot ért el, 12 millió pontos összteljesítményével Weisz László. Általában úgy van, hogy a verseny után van egy ilyen úgynevezett 38-30-as nevezető oldal, ahol általában a legtöbb versenyző fölteszi rögtön az eredményét. Úgy nagyjából lehet tudni, hogy ki hol fog tartani, de a pontos végeredmény, amit többször is hangsúlyoztam, az később derül ki. Az, hogy az ember általában érzi, hogy mennyire sikerült egy verseny, az abból is ugye az előző év versennyel össze tudja hasonlítani, ahhoz képest mennyi pontot csinált. Most ezen a versenyen, amin a magyar rekordot csináltam, egyértelmű volt, hogy nagyon jó eredmény lesz, mert 13 millió pontot csináltam, és 9,5 millió volt a magyar rekord. A konkrét végeredményt is hamarosan megküldik, olvasható lesz, kiderül az új magyar rekord, mire lett elég a nemzetközi mezőnyben. A szekszárdi versenyző akár otthon, akár itt az állomáson gyakorol, készül az újabb világbajnokságra, amit valamikor az év vége felé az idén is megrendeznek. Addig a technika megfelelő színvonalú összeállítása a fő feladat, ezen a téren is hozni kell a nemzetközi színvonalat a remek eredmények eléréséhez. Abban bízom, hogy sikerül a technikát úgy összeállítani, hogy alkalmas legyen az állomás arra, hogy megfelelő intenzitással tudjunk rajta versenyezni. A sportág szekszárdi jövőjét akkor látná optimistán Weisz László elnök, ha az utánpótlás nevelésben lennének csak megközelítőleg olyan eredményeik, mint az aranykorban volt. Amikor Weisz Andrea, Weisz Attila, Antal Bíborka és Győri Balázs, no és a felejthetetlen emlékű, rádió gyors távirázban többszörös világbajnok Hudanik Antal versenyzett. Vissza akarják hozni a rádiós tájfutást, ami jobban felkelti a fiatalok érdeklődését, ami jobban hasonlít a hagyományos sportokhoz.
A rádiós tájfutás az a fajta szakág nálunk, ami viszonylag könnyen megfogja a gyerekeket. Nem kell hozzá sokat tanulni, lehet a szabadban mozogni, viszont az utóbbi egy pár évben ez elmaradt, tehát eléggé visszafogtuk magunkat az utánpótlás képzésben, ez a mi hibánk is, de nagyon nehéz is a gyerekeket megfogni. Gyakorlatilag már elsős másodikos korukban már atlétikájára járnak, tornára járnak, tehát elviszik, és olyan piciket mi még nem tudunk sajnos bevonni. Szerencsére nem kevesen vagyunk, tehát még mindig 50 fős a rádióklubnak a létszáma. Természetesen nem adom föl, és vannak is terveim, amit már a közeljövőben szeretnék megvalósítani, hogyha nyugdíjba megyek, akkor szeretnék az utánpótlással erőteljesebben foglalkozni.